Szép jó napot kívánok a kedves nézőknek! Önök magyar nyelvű közéleti magazin műsorunkat látják. Mai adásunkban beszámolunk a keleti partnerségi program első szakaszának eredményeiről, boncolgatjuk Ukrajna EU-s kilátásait, és nyomon követjük egy ohiói önkéntes orvoscsoport kárpátaljai munkáját. Érdemes velünk maradni! Ukrajnában idén 17 ezerrel több az elsős, mint tavaly volt. A gyermeklétszámot tekintve Kárpátalja magyar iskolái is egyre népszerűbbek. Ebben nagy szerepe van annak, hogy az elmúlt két évben a magyarországi támogatások révén sikerült több oktatási intézményben felújításokat végezni, illetve az anyagi műszaki bázist is korszerűsíteni. Interaktív tábla segítségével foglalkoznak az ungvári Drugeth gimnázium elsős tanulói az órán. A diákoknak nagyon tetszik az új módszer. Azért ez a tábla érdekes, azért mert nem kell krétával írni, csak olyan elektromos tollal, és még azért érdekes ez a tábla, mert nagyon gyorsan tudunk írni vele. Foltin Olga 20 éve oktatja a matematikát. Szerinte is a gyerekek hamar megtanulták használni az új táblát. Az első év, amikor alkalmazzuk ezt az úgynevezett interaktív táblát, ezek a gyerekek beleszülettek a számítógépek korába, úgyhogy nekik ez természetes, az információt könnyebben befogadják ilyen formába, viszont én úgy gondolom, hogy a krétát és a tanár magyarázatát az nem pótolja, csak kiegészíti ez a tábla. De jó, tetszik. Nekem is tetszik, én is tanulom az alkalmazását, és igyekszem a továbbiakba egyre többet alkalmazni minden korosztálynál. Az ungvári Drugeth gimnázium Magyarországról egy éve kapta az interaktív táblát. A netnek a kereső programjára fölmelve megkerestem levélben az ott található magyarországi gyártókat, illetve forgalmazókat. Hát emlékezetem, nem csak olyan 46 darab levél ment ki a számítógépből, mire kettő cég válaszolt, és hát ettől a kettőtől szerencsére utána kaptunk 3 darab interaktív táblát összesen. Dicséret illeti a kiszállítás szempontjából, feltétlenül köszönet illeti meg a ungvári magyar főkonzulátust, akiknek a segítsége nélkül nem tudtuk volna a határon áthozni ezeket az interaktív táblákat, illetve hát az ehhez szükséges kiegészítőknek egy részét is a konzulátusnak a segítségével tudtuk beszerezni, tehát tőlük kaptuk ajándékba, ez két laptopot jelent, amit idén szeptember